éves, ezt mutatja Ádám az ujjaival a maga módján. A komlói kisfiú Dushan szindrómában szenved, ami egy hiányzó gén okoz. A fokozódó izomgyengeséggel és az izomsejtek fokozatos károsodásával jár. Az izomzat elvesztésével a mozgás, a légzés, a szívműködés romlik le nagyon gyorsan, és fiatal felnőtt korban ez okozza a halálukat. Egy génterápia adhat reményt, de ezt még nem engedélyezik Európában. Így 1,3 milliárd forintba kerül átszámítva, amit az USA-ban vagy Dubajban lehet megkapni. Erre gyűjtenek most, mondja Ádám édesanyja. Mi nagyon reménykedünk benne, hogy egy éven belül összejöhet ez az összeg, bár elég rosszul állunk ahhoz képest, 25 millió forint van egyelőre az alapítvány számláján, ami egy óriási összeg azt gondolom, de ehhez az 1,3 milliárdhoz ez egy csekély része. Maga a kezelés egyszerűnek tűnik laikus szemmel. Ez egy egyszeri infúzió kezelés, amiben bejuttatják azt a hiányzó disztrofén nevű gént a szervezetbe, ami hiányzik a gyerekekből. Ezt a génterápiát 5-6 éves korban kell beadni, hogy hatásos legyen. Önemes Marcell, aki szintén Dushan szindrómás, a pécsi kisfiú szülei is gyűjtésbe kezdtek, hogy megmentsék a fiúkat. Azt mondják, nekik még a 25 millió sem jött össze, mint Ádáméknak. Sajnos mi még rosszabbul állunk, tehát még a 20 millió sincs meg, csupa kis ember próbál nekünk, most meghirdettük ezt az akciót, hogy 300 ezer embert keresünk, aki 4500 forinttal támogat minket, ez azért így kicsit beindul, de hát nyilván azok a 4500 forintok lassan jönnek, tehát most pár száz ember, vagy pár ezer talán, aki eddig utalt összesen, várjuk tovább, hogy segítenek az emberek. A pécsi vásárcsarnok kereskedői voltak azok az emberek, akik most szombaton segítettek a két beteg kisfiúnak. Jótékonysági gyereknapot szerveztek. Itt a vásárcsarnok előtti placon szerveztük meg a két kis beteg gyereknek a megsegítésére ezt a rendezvényt. Ez vásárcsarnokos bérlők egy csoportja hozta létre a Vörös Kereszttel karöltve ezt a rendezvényt, és célunk az, hogy minél több pénzt össze tudjunk gyűjteni ezeknek a gyerekeknek, hogy a gyógykezelésükre minél több pénz gyűjjön össze, és sikeresen meg tudjanak gyógyulni. A Baranyai Vörös Kereszt is csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. A szervezetnél egész évben lehet segíteni a beteg kisfiúkat pénzadományokkal. Amennyiben valaki a Magyar Vörös Kereszt Baranya Vármegyei Szervezetének a bankszámlájára utal, akkor ugye a két szülővel, a két gyereknek a szüleivel úgy van megállapodva, hogy akkor ezt fele-fele arányba tovább utaljuk a két alapítványnak, ugye, és akkor az adóigazolást pedig kiállítjuk a támogató cégek javára. A jótékonysági gyereknapon rendőr és tűzoltó autókat nézhettek meg közelebbről a gyerekek. Arcfestés, motorosok, illetve táncbemutató is várta a családokat az eseményen.